A mikroport nem volt lekapcsolva. Basszus. Jaj. Sziasztok, Szent Györgyi Kata vagyok, és befőttes üvegből fogok kis tárolókat készíteni. Az egésszel annyit teszek, hogy spréfestékkel fogom átszínezni, és a tetejükre a fogantyúkat fogok tenni. Ezeket online bútor fogantyú áruházból vásároltam. Igyekeztem szebbekkel, kicsit vintage hangulatú fogantyúkat vásárolni. Szükségetek lesz még picike menetes csavarra, és a lehető legkisebbet vegyétek, hiszen az üvegeknek a teteje nagyon vékony. Első körben kiukasztom a tetejét az üvegeknek. Következő lépésben pedig lefújom az üvegeket kívül és belül spréfestékkel. Kimegyünk az utcára, mert nem akarok megfülletni. És készen is vagyok a fújással. Most már csak rá fogom tenni a gyönyörű kis fogantyúkat ezekre a lefújt befőttes üvegekre. Én ezt ki fogom ékelni, mert mint látjátok, még így is egy kicsit nagy, és valószínűleg lifegne rajta a fogantyú, ezért papkarton labból vágok le egy kis ilyen kiékelő darabot, és rá fogom tenni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg a barátaitokkal, és kövessetek bennünket Facebookon is. Jada, jada!